Üdvözlöm Önöket, Sarka Kata vagyok, ez pedig az Ezsír Életmód magazin. A 2018-as év utolsó adásában az optimizmusé lesz a főszerep. Bizakodni fogunk, és nem csak azért, mert jön az új év, hanem azért is, mert mi hiszünk benne, másként nem lehet. Kell az a pozitív gondolkodás. Tartsanak velem, mutatom, mi mindenről lesz ma szó. Az igeneket keressük, ne a nemeket szajkozzuk. A Live TV műsorvezetője Peller Marian e szerint él és aktívan gyakorolja a hálát. A pozitivizmus tanulható. Csak kitartónak kell lenni és tudni, igenis megéri. Erről is mesélt nekünk Endrei Judit. Aztán önismeret, önbizalom, önértékelés. Ezeknek mind jót tesz a közösségi torna. Nem sokára megmutatjuk miért. Már itt is vannak velem a stúdióban mai vendégeim. Peller Marian és Siklósi Katalin. Sziasztok! Sziasztok! Siklósi Katalin coach, csak rosszul mondtam, coach és nőiesség tanácsadó. Nőiesség tanácsadó, igen. Ez nagyon érdekes, nagyon sokat fogok még erről kérdezni. Jó. De előtte még Marian, ma lesz az első adása, az utazás a lelked körül harmadik évadának. Milyen volt az első adás felvétele? Fú, el sem hiszem, hogy eljutottunk idáig, szóval tényleg a vágyaim váltak valóra, és biztos, hogy köze volt ennek ahhoz, hogy igeneket mondtam bizonyos helyzetekben az életemben. Nagyon jól sikerültek a felvételek, nagyon izgalmas lett mindegyik beszélgetés. Ki az első vendég? Az első vendégünk Béres Alexandra lesz. Aki ugye szintén nagyon sokat foglalkozik a fizikai testtel, és segíti az emberek. Hogy tényleg megtalálják, vagy hogy lehetőség szerint tökéletesítsék a saját alakjukat, a testüket, de közben mégis foglalkozik a lélekkel is, úgyhogy ez is egy nagyon izgalmas rész lesz. És kikkel forgattál még? Ki volt az, aki mondjuk nagyon megmaradt az emlékezetedben? Sokan maradtak meg, például Novák Angéla, aki ugye az első transznemű lány vagy nő Magyarországon, hogy ő nagyon sokat foglalkozik spiritualitással, pontosan azért, mert egy igen különleges életutat választott a lelke, ha úgy vesszük. Ugye férfi testbe született, és aztán mindvégig azt érezte, hogy ő rossz testben van, úgyhogy nagyon jót beszélgettünk. Aztán Csőz Bogival is nagyon-nagyon jót beszélgettünk, nagyon izgalmas volt azt megismerni, hogy ő hogyan látja a világot, és nagyon spirituálisan tekint az életére is, meg arra, hogy mik zajlanak a világban. De egészen más problémák foglalkoztatják őt, mert teljesen más szinten él, ugye tényleg a felső 10 000-be tartozik, nem csak itt, hanem Törökországban is. Úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas volt a vele való beszélgetés is, de vendégem lesz még Bódi Margó, Balázs Klári, Kamarás Iván, úgyhogy nagyon-nagyon jó kis névsorunk van. Nagyon színes a vendéglistátok valóban, tehát ma 17-től lehet látni az első adást. Igen. Most pedig nézzük meg a nálunk lévő első kisfilmeteket, ami közös. A pozitív gondolkodás egy döntés kérdése. Higgyék el, mindenki meg tudja csinálni. Peller Mariannal beszélgettünk erről. A pozitív gondolkodás boldoggá tesz, ebben hisz és eszerint él Peller Marian, aki próbál optimistán tekinteni a világra, és mindig minden helyzetben az igeneket keresni. Az élet rögös útvesztőjében nem szégyel néha segítséget is kérni, és nem ritkán ad hálát. Tudni kell, hogy mi az, amit tényleg képesek vagyunk igennel, erővel, optimizmussal végigcsinálni, és mi az, amit tényleg meg tudunk teremteni magunknak, vagy adott esetben magunk köré. És mi az, aminél tök fölösleges minden erőnket beleadni és elhinni, hogy én ezt meg tudom csinálni, hát, tehát hogy valahol kéne egy ilyen reális határt találni, hogy mi az, ami valóban mehet, és mi az, ami nem. Még így is előfordul velem, volt olyan, hogy olyan dolgok valósultak meg az életemben az utóbbi néhány évben, amikben legmélyebben, ott bent a gyomrom tájékán hittem, meg mondtam, hogy igen, én ezt biztos meg tudom csinálni, de mégis ott volt folyamatosan az a kétkedés is, hogy mi van, ha nem sikerül, és miért ne lehetne, hogy nem sikerül. Szóval nagyon nehéz szétválasztani a saját akaratomat a sorsom akaratától, de ha mondjuk sikerül a kettőt összehozni, akkor az egy nagyon jó párosítás, ha mind a két oldalról zöld utat kapunk, és itt is van egy igen, a saját szívemben is, meg valahogy az égiektől is jön egy igen. Az élethez való pozitív hozzáállás pusztán döntés kérdése lenne. Erről kérdeztük a szakembert és Mariant is. Szerintem csak is döntés kérdése, és nem is hinni az ember, hogy mennyivel
Mennyire egyszerű átállni, vagy az egyik oldalra, vagy a másikra? Persze ez egy öngyűrűző folyamat. Tehát mit akarok meglátni, és úgymond amire fókuszálok, mindig az nő az életemben. Hogyha több jót akarok látni, akkor egyre több jót és jót fogok észrevenni, és egyre több jó is történik. Ez tényleg így van. Fú, ez egy nagyon jó kérdés, hogy vajon az optimizmus döntés kérdése, mert egyrészt egy bizonyos szintig azt gondolom, hogy igen, de én ezt a hozzáállást a családomból hozom. A nővérem nagyon hasonló hozzám, és nyilván ez azt jelenti, hogy a szüleinkből jön az optimizmus. Az előbb azt mondtam, hogy próbáljuk keresni a jót, és ez egy nagyon fontos gyakorlat tud lenni akár az életünkben, hogy napi szinten elkezdünk odafigyelni arra, például hálanaplót vezetünk, vagy pozitivitás naplót, hogy minden nap egy picit a nap végén végig gondoljuk, hogy annyi jó dolog történt ma velem, ki volt az a kedves ember, akivel beszéltem, milyen szép színűek a növények, szóval hogy elkezdjük keresni a jót, és aki keres, az talál, és ez így van a pozitív gondolkodás, és például a hála gyakorlása az egy nagyon-nagyon jó módszer ehhez. Minden fontosabb fordulóponthoz az életemben nagyon szorosan kötődik a spiritualitás és a spirituális fejlődés és a gondolatok. Az első ilyen volt, amikor a Színház és Filmművészeti Egyetem tévés szakára felvételiztem, és előtte elhatároztam, hogy engem ide föl fognak venni, és kaptam egy Paulo Coelho könyvet. Abból a könyvből nekem az volt a lényeg, hogy ha te szeretnél valamit elérni, és szívből szeretnéd azt elérni, akkor az univerzum összefog, hogy segítsen téged, és elérhesd azt. Akkor később ugyanilyen fontos spirituális lépcsőfok az Utazás a lelked körül című műsor. Egyszerűen egy nagyon nyitott állapotomban, várandós állapotomban fogant meg az ötlet, és tudom, hogy ez egy felsőbb sugallat volt. Tehát nem az én ötletem volt, hanem tőlük kaptam, csak le kellett idehozni a földre. És a harmadik évadra készülünk, és már most azt mondom, hogy szerintem most arra érett meg ez a műsor, erre a harmadik évadra. És nagyon izgalmas beszélgetések születtek már eddig is, folyamatosan zajlanak a felvételek. Én tényleg azt gondolom, hogy ez lesz a legerősebb évadunk. Ahogy mindenkinek, Peller Mariannak is vannak jobb és rosszabb napjai. Sőt, alkalmanként neki is emberpróbáló helyzetekkel kell megküzdenie. Ő azonban minden szituációban próbálja meglátni a legjobbat, a jó dolgokat, a dolgoknak a pozitív oldalát keresi. Többek között ennek köszönheti, hogy most minden kerek az életében, és maradjon is így, mi ezt kívánjuk neki, hogy legalább a következő 100 évben így legyen, vagy még tovább. Nagyon megható volt a kis filmed, és nagyon sok üzenetet tartalmazott. Például, hogy gyakoroljuk a hálát. Ez mire érted? Hogy gyakoroljuk a hálát? Szerintem ez nagyon egyszerű. Tehát, hogy nem kell óriás szeánszokat elképzelni, hanem én nálam tényleg az van, hogy este, mert a nap végén valahogy mindig van néhány percem, hogy összegzem, hogy kb. Mit sikerült teljesíteni, mi az, amit nem sikerült, és amit sikerült, azt akkor is fölemelem, vagy kiemelem, és értékelem, még ha esetleg rosszabb napom is volt, mert mindenkinek van rosszabb napja is. És akkor ez egész egyszerűen csak úgy néz ki, hogy pár másodpercig, tehát nem elvonulok hosszasan a családtól, csak pár másodpercig egy kicsit behunyom a szemem, és tényleg megköszönöm. Hát én abban hiszek, hogy az égieknek, de ki minek akarja megköszönni, minden esetre megköszönöm, hogy erőt adtak, hogy kitartást adtak, hogy ötletet adtak, és hogy ez megvalósulhatott, ami megvalósult, hogy most itt tartunk, hogy van egy férjem, tehát ha ránézek az életemre, akkor tényleg azt kell mondanom, hogy über-ultra hálásnak kell lennem mindenért. Kata, volt ez is a kis filmben, hogy tudni kell elengedni dolgokat. Nagyon könnyű ezt kimondani, de te coachként ezt mégis hogy fejtenéd ki, vagy hogy éled te meg magad? Könnyű elengedni a dolgokat? Már de neked? Hogy könnyű? Nem, egyáltalán. Szóval ez tényleg, ha csak így mondanánk, hogy jó, engedjük el, oké, rendben, hát ez nem így működik. Szóval sokszor a maximalizmussal kötöm ezt össze, hogy azért ragaszkodunk dolgokhoz, mert valahol valamikor belénk verték, hogy már hogyha elhatároztad, és akkor csináld meg, és annak úgy kell, és ezzel nagyon nagy elvárásokat támasztunk magunkkal szemben. És sokszor, amikor valamit nem tudunk elengedni, az azért van, mert egy kudarcnak akarjuk megélni, és a maximalizmus az sokszor egy gátat szab a saját fejlődésünknek, mert negatívan látjuk a dolgokat, ahelyett, hogy látnánk a pici lépéseket, amiket megtettünk. És szerintem, amikor elengedésről van szó, akkor ez az egyik része, hogy oké, ezzel eddig jutottam el, lehet, hogy ennek ez volt a szerepe az életemnek, és aztán nézzük meg, hogy akkor most merre tovább. Ez az egyik. A másik meg, amit valahogyan a neveltetésünkből hozunk, ez az,
Hát, hogy egyszer nyersz, egyszer veszítesz. De szerintem nem így van. Egyszer nyersz, egyszer tanulsz. És ha valami nem is sikerül, akkor meg kell látni, mit kell nekem most ebből megtanulni, mégis mivel lettem okosabb, mivel lettem több, és szerintem ez a gondolkodásmód segít az elengedésben. De azt megadhatjuk magunknak, ugye, hogy ha valami nem sikerült, hogy egy kicsit szomorkodjunk. Tehát, és majd utána levonom a tanulságokat, de szerintem... Persze, itt emberek vagyunk. De hogy elmondtad a kisfiam, hogy optimista volt, tehát te is, meg a testvéred is mindig is. Igen. Hogy lehet ez a tulajdonság, az születni kell, vagy ezt ki kell fejleszteni az embernek magába? Én azt gondolom, azt hiszem, hogy részben mi mázlisták vagyunk, mert szerintem ezzel mi születtünk. Tehát, hogy valahogy mindig sikerült az élet napos oldalát nézni, még akkor is, amikor bántottak minket, vagy nehezebb volt bármi az életünkben. És itt muszáj mondanom, hogy a család nagyon sokat hozzátesz. Tehát az én szüleim, apukám egy tipikusan vidám, félig sváb, félig magyar ember, tehát hogy ez aki szeret élni, szeret enni, élvezni az életet, nagyokat nevetni, a társaságban együtt lenni a családdal, és ezt hozzuk magunkkal. Tehát hogyha nem ez lenne az alap, amiben beleszületünk, akkor valószínű mi sem feltétlenül lennénk ennyire pozitívak vagy optimisták. Szóval ez az alap. És akkor utána, ahogy teltek múltak az évek, rájöttünk, hogy ez egy fegyver tud lenni, ez az optimizmus, ez a pozitív hozzáállás. Mert egy idő után nem tudnak bántani, mert ha bántanak is, ha te kedves vagy, ha pozitívat adsz vissza, kivered azzal a fegyvert a kezéből annak, aki esetleg bántani próbál. És szülőként ezt hogy tudod továbbadni? Hát azzal, hogy mindent elviccelek. De még nyilván vannak fontos, komoly dolgok, amiket meg kell beszélni a gyerekekkel, a fiaimmal, de mondjuk a kisebbik fiamnál érzékelem, hogy nagyon nehéz bármi módon terelgetni, mert konkrétan tojik a fejünkre. Nincsenek eszközeink, de tényleg semmi. Tehát ha üvöltök, azon is röhög. És akkor eljutottam arra a szintre, hogy először felemelem a hangom, akkor most egy pillanatra így rám néz, hogy na most ebből mi lesz, és utána leváltok, és poént csinálok belőle, tehát magamat kifigurázom, elkezd rajta röhögni, és akkor azt tudom mondani, hogy na ennél te sokkal okosabb vagy, igaz, gyere csináljuk meg, és akkor elkezd hallgatni rám. Tehát nagyjából így próbálom valahogy megoldani, hogy hallgasson. Innen folytatjuk, rengeteg kérdésem van még hozzátok, nézzük meg Endre Juditot. Mélyen hiszem, hogy a pozitivizmus tanulható, és mindenki el tudja sajátítani. Endre Juditot idéztem, jönnek a részletek. A pozitív életszemlélet az tanulható. Tehát végül is egy szokásról van szó, hogy reggel felkelek, akkor az a szokásom, hogy fanyalgok, hogy már megint süt a nap, már megint esik az eső, már megint dolgozni kell, már megint nincs munkám. Tehát hozzáállás kérdése, hogy akkor én hogy töltöm a napomat. És azt szoktam mondani, ha eldönthetem, hogy én jókedvű leszek, vagy rámosolygok valakire, vagy megkérdezem valódi érdeklődéssel, hogy van, vagy ennek az ellenkezője, akkor én úgy döntök tudatosan, hogy én igenis mosolyogni fogok. És ezt kísérletekkel, vizsgálatokkal is bebizonyították, hogy a pozitív életszemlélet az igenis visszahat a te egészségedre, hosszú távon is, egy nagyon pici, apró dolgot hadd mondjak, amikor valaki észreveszi magán, már megint negatív vagyok, már megint kritikus vagyok, már megint undok vagyok, akkor semmi, egy befőttes gumi ide a csuklóra, és így ránsd meg, az jól megcsíp, és akkor egyszer csak jön az a reflex és szokás, hogy most akartam rosszat mondani. Persze most kicsit humorosan mondom ezt el, de mélyen hiszem, hogy lehet igenis váltani az életszemléletet. Nem könnyű, mert semmilyen szokás, semmilyen rossz szokástól nem könnyű megszabadulni. A lelki egyensúly nem működhet úgy, hogyha a test nincs rendben. De mit teszel ezért, Marian? Sportolsz, edzel, vagy mitől vagy ennyire? Mert látszik, hogy nagyon meg vagy békeve önmagaddal. Úgy nagyon kiegyensúlyozottnak tűnsz. Jaj, de jó, hogy a látszatot sikerült. Szépen. Nem, tényleg most úgy nagyjából rendben vagyok, bár nem vagyok egy modellalkat, de most arra úgy megbékéltem ezzel a dologgal. Én sportolok, tehát én hiszek abban, hogy meg az én testem megkívánja, tehát különben azonnal elszabadulnak a kilók, meg a mérlegnyelve, úgyhogy én heti 4-5-ször is sportolok otthon, de csak 40-50 percet, tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor másfél óra, viszont köszönöm, hogy ezt mondtam, hogy ez muszáj. És ebben van kardiomozgás is, van otthon kis lépcsőzőgépem, meg jóga,
Mert azt vettem észre, hogy ha nagyon oda tudok figyelni arra, hogy mit eszem, meg hogyan étkezem, vega vagyok most már harmadik éve, akkor a jóga is elég lenne valójában testmozgásnak, az tényleg 40 percen keresztül végigcsinálnám kőkeményen, mert annyira megmozgatja a mindenféle izmokat. Amikor megérkeztél, akkor így üdvözöltétek egymást, mint így jó ismerősök. Honnan az ismeretség? Hát pont onnan. Jóga órán találkoztunk, egy közös oktatóhoz jártunk, aki szerintem egyébként nagyon jól ötvözi a jógának a spirituális mi voltját, hisz van neki egy ilyen is, meg az egésznek a fizikai mozgását, a lassú mozgatokat, a dinamikával, a jógának azt a hatását, hogy nagyon a jelenbe hoz, annyira kell ott mindenre figyelni, hogy nem tud közben elkalandozni a gondolatod, és ő szerintem nagyon jó ebben, meg hát az egész sport, és innen. De olyan van, hogy valaki nem alkalmas a jogára, csak most magamról vetítve kérdezem. Jó kérdés. Valaki nem alkalmas, akár fizikailag, akár agyilag. De túl lassúnak érezted? Az volt a baj? Igen, valószínűleg igen, vagy nem tudtam úgy elengedni magam, vagy túl koncentráltam, hogy jó, vagy nem jó, vagy jól csinálom, nem csinálom, meg pörgött az agyam, gondolatok cikáztak, és mindenki meg annyira ott csendben volt, nyugalomban, és csak én nem. Hát van ilyen, aki nem alkalmas jogázni? Szerintem nem voltál inkább a pillanat alkalmas, vagy nem volt a megfelelő idő, hely, társaság egyben nálam. Sokszor volt olyan órán, hogy megmutatta az oktató, hogy mi a feladat, és akkor mondtam magam, hogy jó, hát ezt nem lehet. Szerintem, én nem tudok így, meg úgy, és akkor ott körbenézek, és mellettem van például, meg mások is, akik már rég belefeküdtek abba a posztba, hát jó, akkor lehet, csak még nem nekem. És a jogában olyan szépen szokták ezt mondani, hogy majd egy szép napon, amikor ez sikerül, az mindig így mondja, hogy majd egy szép napon, amikor a tested ezt megenged, és akkor kösz, oké, akkor addig ezt kivárjuk. Nem lehet, hogy erre fejben kell megérni, mint ahogy a meditációra, igen. Vagy ti mondtátok, egy kicsit spirituálisnak is lehet hozzá lenni, vagy az agykontroll talán még ilyen, és ott azt gyakorolod is, ha jól tudom, igen. Vagy tudod, de részleteit, igen, abszolút használom. De teljesen egyetértek, ezt akartam mondani, hogy szerintem tényleg itt kell, meg itt kell megérni a jogára. Egyszerűen nekem például tök nagy szükségem volt arra, hogy mert mindig pörgök, és hogy az sok. Igen. És szükségem volt egy olyan mozgásformára, ami nem tovább pörget, hanem na akkor most nyugodjunk meg. És ott teljesen el tudsz lazulni, és el tudok olyan szintig, hogy sírni szoktam időnként, mert van olyan, hogy mondja, hogy valamire koncentráljuk, képzeljük el, engedjük el, nem tudom, és valami történik, és abból tudom, hogy valami történik, hogy elkezdek csöndesen, nyilván nem üvöltve szokom minden, de hogy kigördül a könycsepp, mert érzem, hogy valami kioldódik, valami nagyon helyre kerül, és utána olyan jó elindulni haza, mert tényleg azt érzem, hogy na most egységbe kerültünk, csak ezt nem mindig van idő, úgy Isten igazából hosszasan gyakorolni, de arra például nagyon figyelek, hogy mit tudom én, 2-3 naponta minimum 10 percet, ami nem sok, lássuk be, tehát az röhögnének rajtam az igazi jogik, de hogy az már nagyon sokat számít, az a 10 perc is, hogyha megcsinálom. Igen, és akkor testnek, léleknek, fejnek, mindennek. Úgyhogy lehet, hogy 50 évesen majd neked is egy kicsit odébb van, de lehet, hogy tényleg be kell hozzáérni. Ma már pedig hogy néha úgy érzem magam fizikailag, akkor még nagyban nem tartok. Mondjuk Kata, azt nem hiszem, hogy te a jogától nézel is ki, azt nem tudom elhinni, de innen folytatjuk, majd válaszolj a következő kísérlet után. Ha ápoljuk a lelkünket, ápoljuk a testünket is. Önismeret, önbizalom, önértékelés. Ezeknek tesz jót a közösségi torna, ahol az sem ciki, ha nem tudod a koreográfiát. Mutatjuk is, hogy miért nem. A mozgás, a tánc ereje és csapatformáló hatása már régóta ismert, mi azonban most egy közösségi táncpróbán jártunk utána az eddig még kevésbé ismert előnyeinek. Ebben az esetben ugyanis bár tömegben, de mégis egyedül kell kiállni a közönség elé, ami az önismeret, az önértékelés és az önbizalom szempontjából fontos tényező. Hallgassuk meg, milyen pozitív hatása van még. Az érzés, hogy valahova tartozni, az jó. Az érzés, hogy van valaki vezérbika, vagy vezérbikané, aki tulajdonképpen elviszi a bulit, hogy vannak koreográfusok, akik azt mondják, hogy szeretnének ezt csatlakozni, mert látnak ebben annyi fantáziát, hogy a saját gyerekeiket, akikkel egyébként ők foglalkoznak heti rendszerességgel, megmutatják nekik, hogy milyen más típusú műfajú zenére táncolni, és nem mellesleg az, hogy egyébként születnek barátságok, szerelmek és üzleti kapcsolatok.
Az a nagy mázlim, hogy balettozom, és nagyon sok táncon végigmentem már. Ennek hála nagyon könnyen meg tudok tanulni új koreográfiákat. A balett az nagyon a tökéletességre, az állóképességre nagyon hajt, és ezek a táncok, amiket betanulunk, másik nevén hip-hop, ugyanúgy az állóképességet is nagyon jól fejlesztik. Ugyan mondjuk a balettban sokkal többet kell nyújtani, mint egy hip-hopnál, de nagyon-nagyon szerettem régen is a hip-hopot, és nagyon szeretem most is. Július 12-én, a kisfiam 13. születésnapján pattant ki az ötlet a fejemből. Láttam egy amerikai videót, egy nagyszerű koreográfiával, amelyre családok táncolnak, és azt gondoltam, hogy én szeretnék a kisfiammal táncolni. Túl vagyunk 5 flashmobon, az ország különböző, a város különböző pontjain, ami alapján azt lehet mondani, hogy az embereknek igénye van arra, hogy közösen táncoljanak. Ami a trubály az egészben, ami az érdekesség, hogy mi előre megtanítjuk online az embereknek a koreográfiát, és tulajdonképpen mire odaérkeznek a flashmobra, addigra már tudják. Ez önmagában van egy olyan erővel rendelkező impulzus, hogy az emberek biztonságérzete megnő, hiszen tudják, hogy ahova csatlakoznak majd, ott a koreográfiát azt el tudják táncolni, de egyébként a tapasztalat azt mutatja, hogy egyáltalán nem érdekli őket, hogy tudják-e a koreográfiát, vagy sem. Hát szeretek mozogni, nagyon szeretek sportolni és táncolni. Klasszikus slágerekre, popzenére. A lépések azok egyszerűek, de nagyon nehéz őket összerakni, és nagyon koncentrálni kell közben, hogy minden részlet meglegyen, főleg, hogy most versenyre is fogunk menni, és nagyon oda kell figyelni. Gyakorlással bárki be tudja tanulni ezeket a lépéseket. Ugye abban sokan egyetértünk, hogy a legjobb, amikor végre együtt van a család, a jól bevált közös programok, mint a kirándulás, a játék vagy a mozi mellett a közösségi tánc egy újabb remek lehetőség az értékes együtt töltött idő eltöltésére. Képzeljék csak el, hogy milyen jó, amikor a gyermekükkel együtt tanulhatnak meg egy egyszerű tánc koreográfiát, sőt a közös tánc amellett, hogy a kötődést erősíti, még az alakot is formálja. Kell lennél több? Az embereknek ez azt adja, tapasztalatom szerint, hogy az is táncol, aki azt hiszi magáról, hogy nem tud. Ráadásul a generációk kapcsolódnak. Én ugye a saját fiammal táncolok, tehát ő minden egyes eseményen ott van, becsülettel megtanulja a koreográfiát, otthon a saját szobájában, már próbálnunk sem kell együtt, viszont olyan érzést látok az emberek arcán, olyan visszatükröződéseket, amiből az derül ki számomra, hogy ez a fajta közösség, ami egyfajta spontaneitást is igényel, hiszen nem tudjuk, hogy a következő flashmobon kik regisztrálnak és kik jönnek el táncolni, mégis ad egy olyan érzelmi elköteleződést, amiben azt élik meg, hogy bár nem tudnak táncolni, de mégis tudnak táncolni, és egyébként senki nem veti meg őket. Szóval nagyon szép a jóga, és nagyon jó dolog, de mint tudjuk, Marianne is csinál mást. Te mit csinálsz, Kata, hogy nem a jogától, azt tudni? Igen. Én most a crossfitre csavarodtam rá, igen, ami azért nem egy finom, nem egy nőies dolog, viszont nagyon-nagyon összetett, és engem ez fogott meg benne, hogy emellett, hogy ki tudok tartani, mert nem unom meg. Amikor csak simán így edzőterembe jártam, és a fitness-t csináltam, az... Igazán az a jó, most 412 ebből, 412 abból, mondom, na jó, hát ez nem az én világom, és viszont itt van ez a sport, amiben van gimnasztika, van állóképesség, vannak súlyok, van verseny, van csapat, minden egybe, ami nekem kell ahhoz, hogy valamit szeressek, és szerintem ez a legfontosabb egyébként a sport, hogy olyat találjunk, amit élvezettel csinálunk, mert akkor nem kínszenvedés, az nem már megint el kell menni, edzeni, hanem... jön az óra mondjuk abban a napban, amikor ez lehet. Ugyan a crossfit nem nőies, ahogy mondtad, nem. De te mégis a nőiességet gyakorlatilag oktatod. Igen. Ez hogy néz ki? Én nem is hallottam még, elmondod, hogy ez mit jelent? Általában olyan hölgyek keresnek meg, akik úgy érzik, hogy a bennük lévő nőt nem tudják kibontakoztatni, felszínre hozni, vagy nem merik felszínre hozni, vagy nagyon sok negatív visszacsatolást kaptak, csalódások érték őket, és valahogyan ebből szeretnének kimászni. Általában egyébként mindig oda lyukadunk ki, hogy itt az önbizalom, az önértékelés a valódi probléma, aminek általában a külső visszacsatolások csak már egy tükörképet jelentenek. Szóval, hogy a belsőbb
problémáinkat vetítjük ki, és a környezetünk arra reflektál, úgyhogy nagyjából ezekkel a témákkal foglalkozunk a nőiesség tanácsadáson, hogy a bennünk lévő nőt azt ugyan tudjuk a legjobban kibontakoztatni, vagy megmutatni. Ha az önbizalomról beszéltél, itt a kisfilmünkben is láthattuk azt, hogy a tánc az önbizalom növelő is lehet. Mennyire értetek vele egyet? Mennyire vagytok jobban ezzel a műfajjal, mint tánc, Marian? Hú, gyerekek, én már olyan rég táncoltam úgy, hogy szexinek éreztem a tánc között. Viszont nem táncoltam régen, mert képzeljétek el, hogy pont tegnap este tartottunk családi táncestet otthon, ami annyit jelent, hogy bekapcsolunk egy ekkora kis hangszórót, a legkisebb gyerekünk fogja, ugye kettő van, teljesen mindjárt 3 éves fogja, anya néz, táncolok, ő ugrál, megérkezik a mindjárt 6 éves kornél, ő brékel, és hát a férjem az ülve táncol, tehát ő ebben, én pedig, mint az állat, mint régen a diszkóban, de akkor se szexin, hanem, és olyan felszabadító érzés, és annyira, tényleg olyan endorfint termel, hogy nagyon, de szexi nőnek nem éreztem magam tőle, de nagyon jót tett. Tehát, hogy tényleg mindenkinek jó szívvel ajánlom, ha nem nézed magad hülyének, ha el tudsz rugaszkodni ettől az érzéstől, hogy kívülről lásd ezt az egészet, hanem bele tudod élni magad, akkor ez isteni dolog otthon is. Igen, felszabadító, szerintem ez a legjobb szó rá, tényleg. Hát nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velem. Annyira jó volt a hangulat, és annyira optimisták vagytok, és olyan jót sugároztok magatokból, hogy még órákig tudnék beszélgetni. De itt a vége sajnos, és az évnek is itt a vége, úgyhogy boldog új évet mind a kettőtöknek. Boldog új évet, sikereset és egészségeset. Nektek is. Köszönjük. Vigyázzanak magukra önök is, egy nagyon boldog új évet kívánok, és persze ne feledjék. Utazás a lelked körül Peller Mariannal minden vasárnap 17 óra 10-től a Live TV műsorán. No meg persze, ez Zsír az Életmód magazin szintén vasárnap 16 órától. Viszlát!